Miközben Gyurcsány Ferenc felesége tegnap a parlamentben a kormány szerint a visszás gazdasági döntéseit bírálta, addig egy szót sem ejtett azokról a botrányos esetekről, amelyek a Gyurcsány családhoz köthetőek, erről írt az Origo. A portál felidézte például a Welt 2000 ügyet, ez a cég készítette a magyar EU-s csatlakozásra azt a szoftvert, amin keresztül a Brüsszelből érkező pénzek kifizetését és a teljes pályázati rendszert működtették. Az uniós programokat Gyurcsány Ferenc felesége készítette elő, az Európai Bizottság pedig szabálytalan közbeszerzésekre bukkant. És szembe megy mindennel, amit mi Európának hívünk. Korrupcióval és a jogállamiság hiányával vádolta a kormányt kedden a parlamentben Dobrev Klára. Magyarországon nincsen jogállam. A DK-s európai parlamenti képviselő az uniós gazdasági intézkedésekről szóló kormánypárti javaslat vitájában közölte, pártja másban hisz és frakciójuk nem vesz részt a szavazáson. Egyre erősebb, egyre szorosabb és egyre hatékonyabban működő Európai Unióban hiszünk. Mi Európai Egyesült Államoknak hívjuk. A kommunizmus nem vészel, csak átalakul, ahogy a kommunista sem. A moszkoviták brüsszeliták lettek, és továbbra is a nemzetköziséget képviselik. Így reagált a felszólalásra Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője szerint arcátlan és felháborító, hogy éppen Gyurcsány Ferenc bukott kormányfőfelesége támadja a kormányt és beszél korrupcióról. A legdurvább személyeskedő hangnemben kezdte a felszólalását a miniszterelnökkel szemben. És éppen az beszél korrupcióról, akinek a férje és akinek a családján keresztül például a kormányzásuk idején a magyar emberek számára az áramszolgáltatás díját megduplázták, de a saját cégük számára pedig olcsóbban adták az áramot. Szerdán az Origo emlékeztetett arra, hogy a Gyurcsány család körül emellett több gazdasági botrány is volt az elmúlt években, ilyen például a Welt 2000 ügy is. Ez a cég készítette a magyar EU-s csatlakozásra azt a szoftvert, amin keresztül a Brüsszelből érkező pénzek kifizetését és a teljes pályázati rendszert működtették. Az uniós programokat Gyurcsány Ferenc felesége készítette elő, csak hogy az Európai Bizottság szabálytalan közbeszerzésekre bukkant. Igen. Az a szabálytalanság megtörtént, hogy kormányrendelet hiányában írtunk ki közbeszerzést. Ez Dobrev Klára is elismerte, Magyarországot emiatt 18 milliárd forint visszafizetésre kötelezte az Európai Bizottság. A zsarnokokból előbb vagy utóbb agresszorok lesznek. A kormánypártok szerint éppen Dobrev Klára férje, Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, amikor 2006-ban emberek szemét lőtték ki az utcán. Kocsis Máté pedig arról is beszélt, hogy Dobrev Klára a keleti nyitást is bírálta, de a Fidesz frakció vezetője szerint úgy tűnik, azt már el is felejtette, hogy férje kormányzása idején tárt karokkal fogadta Vlagyimir Putyint. Ha jól emlékszem, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára kutyája nyalogatta a Putyin kezét nemrégiben. Dobrev Klára egyébként beszédében értelmes vitát követelt, de felszólalása után elhagyta az üléstermet. Apró Antal, a véreskezű kommunista belügyminiszter unokája szólalt fel először a Magyarország gyűlésben. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig úgy reagált, egy olyan ember beszélt tisztességről a parlamentben, aki egy olyan villából érkezett, amit 1944-ben kártérítés nélkül vettek el egy zsidó családtól, és a kommunisták adományozták Gyurcsány négy családjának.